Három napig Ibrány és környéke volt a hazai kerékpáros sport központja, ott rendezték ugyanis az időfutam és országúti országos bajnokságot. A szervezők egy 15 kilométeres pályát jelöltek ki, amelyen a megfelelő biztosítás mellett rúgták a köröket a biciklisták. Az időfutamokon 190-en, az országúti versenyen pedig 390-en álltak rajthoz. Mivel volt némi átfedés a két mezőny között, valamivel több mint 400-an indultak el az országos bajnokságon. A legerősebb mezőny jött össze, amelyik egy jó pár éve összejöhetett az országban. Minden külföldön versenyző és külföldi szerződéssel rendelkező versenyző hazajött, tehát egy nagyon kemény iramú verseny volt, 45-ös átlagot ment a férfi mezőny a 180 kilométerre ezen a körpályán. Széllel, meleggel, a pályában volt kimondottan szándékosan egy 3 kilométeres érdes felületű aszfalt, ami még megnehezíti, egy kicsit ilyen klasszikussá teszi a versenyzési stílust, ami egy rázza is az emberből az erőt, és így egy 45-ös átlag az nagyon komoly verseny. Tehát ez az egy nemzetközi szintű menés volt. A hölgyeknél pedig ugye gyakorlatilag a Király Mónika az leiskolázta a magyar mezőnyt, tehát látszik, hogy azért ő rendszeresen külföldön versenyez, profi versenyeken gyakorlatilag ő szinte lekörözte a mezőnyt. A mezőnyben ott voltak a rendező nyírségi kerékpáros ese és a házigazda Ibrány ese kerekese is. Az Ibrány kerékpáros sport gyermekcipőben jár. Most alakítottuk meg a szakosztályunkat Solymosi János vezetésével, és hát ezt fúzióba képzeljük el az NKS-ével, Jani szakmai vezetésével. A toborzás szintjén járunk. Gyakorlatilag az általános iskolában és a gimnáziumban toborozzuk a gyerekeket, a kerékpározni vágyó gyerekeket, de úgy gondolom, hogy a legjobb szakmai kezekben lesznek János kezé alatt, hiszen az NKS-én belül is számos válogatottat kinevelt már, illetve hát ahogy ez a verseny is bebizonyítja, rögtön lehetőségük van a legnívósabb versenyek közé is delegálni magukat, úgyhogy igazából egy nagy út elején állunk, de bízom benne, hogy sikeresünk leszünk ebben a szakosztályunkban is. Solymosi János még elmondta, hogy legközelebb július 9-én Vásárosnaményban a megyei bajnokságon szállnak majd nyerekbe a versenyzők. Szándékai szerint az NKS a jövőre is pályázik az országos bajnokság rendezésére, sőt egy nemzetközi versenyt is szeretnének a megyébe hozni 2018-ban.